98 autó állt rajthoz a magyar bajnokság második futamában, hogy a Mentó kupáért versenyezzen. A Hell Miskolc Rallyn a prologon kívül 12 gyorsasági szakasz és 155 km megtétele várt a versenyzőkre. A füredi Osváth Péter, Papp Tamás, Skoda Fábia R5-ös trió nem kezdte jól a szombati napot, de az utolsó négy gyorsaságin összeszedték magukat, és végül kategóriájukban a hetedik, összetettben a nyolcadik helyen futottak be. Utóbbi évek legkeményebb versenye volt, egy napba zsufolták bele az egész rendezvényt, amiben nagyon nagy probléma nem lett volna, csak az időjárási viszonyok azért nem voltak pont a megfelelőek. Ez nekünk se jött annyira össze gumiválasztás ügyébe, úgyhogy sajnos nem tudtunk olyan jó időket menni. Talán azért tudtunk így nagyjából előre kerülni, mert nagyon sokan kiestek. Az a szerencse, hogy mi nem törtük össze az autót, nagyon sokan összetörték az autót, de mi azért megpróbáltuk egybe hazahozni az autót, amiből nagyon jó eredményünk nem jött a versenyen, de azért itt vagyunk, és a kocsinak legalább nincs baja. Voltak jó részideink, egy-két gyorsan, ahol tudtunk jókat menni, talán mentünk harmadik időt is, úgyhogy egy kicsit ellentmondásos ez a dolog így, de azért ugye, mivel ez nagyobb területen zajlik ez a verseny, és a mostani időjárás olyan, hogy egyik helyen esik, a másik helyen nem, tehát ez azért ilyen szinten ott is közrejátszik. Tavaly mentünk ebből az autóval, az első évünk a tavalyi volt, és azt terveztük, hogy a második évben be leszünk az ötbe, úgyhogy ezért hajtunk nagyon. Nagyon népes ez a kategória, 15-en vagyunk minimumban, és van, mikor még külföldi országokból is jönnek, akkor meg még ugye nyilván többen, úgyhogy próbálunk azért az ötben mindig beleférni. Most kiesett egy Murvás versenyünk, most a következő verseny Fehérvár és Aszfalt. A folytatás tehát június második hétvégén Székesfehérváron, ahol is Osváthék remélhetőleg előre tudnak lépni a hetedik helyről.